A szezon elején gondolni sem mert a feljutásra a dunaújvárosi labdarúgó csapat. Egyre több helyen jelennek meg a méhrajok, városunkban is sok problémát okoznak. A kisgőzős végleges helyéről döntenek a csütörtöki közgyűlésen. Idén mintegy 270 ezer diák vett részt az országos kompetencia mérésen. Üdvözlöm kedves nézőinket, Önök a Dunaújváros Televízió híradóját látják! Most ugyanolyan lelkes vagyok, mint 10 évvel ezelőtt, mondta Bőr Zoltán, a Dunaújváros Pase csapatkapitánya, az együttes NB1-es feljutásáról tartott sajtótájékoztatóján, a csapat irányításával kapcsolatos híreszteléseket pedig cáfolja a vezetőség. Most már azon jár az agyam, hogy hogyan tovább, hogy tudjuk megállni a helyünket itt az első osztályban. Miután a Tatabánya idegenbeli legyőzésével bebiztosította NB1-es tagságát, Dobosban a D-Pase sportigazgatója már a jövő évet tervezi. Hozzátette, a mostani eredmény hosszú évek kemény kitartó munkájának köszönhető. 2012. januárjában kezdtük el ezt a munkát, és ugye alapvető célunk az volt, hogy a dunaújvárosi futballt megmentsük. Ez most sikerült, és ezen az úton kell tovább mennünk. Ez egy plusz siker, hiszen alapvető célunk itt az NB2-ben való bennmaradás volt. A csapatkapitány számára nagy elégtétel, hogy újra a legmagasabb osztályban szerepelhet, hiszen nem ez volt a célja, amikor Dobos Barna együtteséhez igazolt. Most teljesen úgy érzem magam, mint 10 évvel ezelőtt, amikor igazából a csúcson voltam is. És most is úgy érzem, hogy ugyanolyan lelkes vagyok, mint 10-11 évvel ezelőtt, és most ez így nehezen találok erre szavakat, és nekem most ez olyan, mintha így külföldre igazoltam volna, ez nekem olyan érzés, hogy most NB1-ben játszok. A feljutást követően a sajtóban számos olyan hír jelent meg, amely az esetleges játékos mozgásról, valamint Dobosban a lehetséges utódáról szólnak. A sportigazgató ezeket az értesüléseket cáfolta. Az egyesület megkapta már a licenciét, abban én vagyok megnevezve, mint vezetőedző jelenleg, tehát ebben nem hiszem, hogy tovább kell erről beszélni. Felröppentek különböző hírek, azzal kell végül is foglalkozni, amit úgymond mi itt a sajtótájékoztatón vagy az egyesülettől adunk ki. Az esetleges újabb játékosokkal kapcsolatban a sportigazgató még nem tudott konkrétumokkal szolgálni, de annyit elárult, mindenképpen szeretnének új játékosokat igazolni. Az enyhe tavaszi idő miatt a méhrajzás is korábban kezdődött az idén, egyre több helyen jelennek meg a több ezer példányból álló rajok. Dunaújvárosban a Gábor Árod utca egyik udvarában is bevették magukat a rovarok. A fák ágai mellett kémények és szellőző nyílások is búvóhelyül szolgálhatnak egy-egy családnak. Egy hatalmas méhraj vert anyát a dunaújvárosi Gábor Áron utca egyik udvarában. A járók elők a nagy hanggal duruzsoló rovaroktól nagyon megijedtek, hisz szerintük komoly problémát okozhatnak a rajzó méhek. Elsősorban a gyerekek, hogy itt játszanak, aztán az idősek itt pihennek a padon, és hát ebből komoly probléma lehet. De nem csak itt jelentek meg a méhek. A napokban a Liszt-Ferenc kertben például több ezer példányból álló raj okozott riadalmat. A rovarok az egyik kocsi alatt gyűltek össze. A lakók egy szakember segítségét vették igénybe, aki azonnal eltávolította a hivatlan vendégeket. A DSTV által megkérdezett emberek szerint a méhek és a darazsak elszállításával azonban nem oldódik meg a probléma, hisz a házak oldalán lévő szellőző nyílásokban újra és újra megtelepednek. A konyhablakot nem tudom kinyitni, két szobán háló van, nem bírom kinyitni, pláne főzök, mert a darazsak pláne délben úgy jönnek be, minden nem tudom mi. Ugye, nem lehet megmaradni, ahogy hívják. Mondom, ott van renget, múltkor legalább 500 darása nem volt az erkély alatt, meg itt az első mellett alatt itt. Idén az enyhe tavaszi idő miatt kezdődött el korábban a méhrajzás. A kirajzott méhek alapvetően nem támadnak, de gyakran előfordulnak méhek által okozott csípések és támadások. Ráadásul a méh csípés az arra érzékenyeknél halálos is lehet. A busz megállóban már kétszer én is kaptam méh csípést, egyszer a hátomra, egyszer még a lábomba. Ott ilyen kövek vannak lerakva, annak a tövibe húzódtak meg. Azt, ahogy mentem, egyszer csak egy nagy csipést éreztem, az ebben elment. De szerencsére én nem vagyok túl érzékeny rá.
Az elmúlt hetekben tömegesen lepték el a városokat a méhek. Ilyenkor fákon, bokrokon vagy házak oldalán keresnek maguknak helyet, és több tízezer méh csünket egyszerre egy helyen. Katona Norbert rovarírtó azt mondja, rajzáskor az anyaméhet követik a többiek. A méhrajzás az igazából az a folyamat, amikor a méh királynő elhagyja magát a kast. Ennek az a lényege, hogy ez általában mindig május közepe környékén, általában. Ez mindig az időjárás függvénye, hogy mennyire meleg, mennyire van hideg. Ilyenkor új királynőket kezdenek el nevelni a kastban, és ezt érzi a jelenlegi királynő, ettől nyugtalan, és eltávozik magából a kasból, az őt követő, az őt vonzó egyedekkel együtt. Tehát ettől olyan látványos a dolog. Gyakorlatilag ez történik. A méra észlelésekor a katasztrófavédelemnek vagy méhésznek kell szólni, függetlenül attól, hogy köz- vagy magánterületről van szó. A szakember kiemelte, semmiképp sem szabad őket megdobálni vagy lefújni, mert attól csak idegesek lesznek a méhek és tömegesen támadnak. Júniusban befejezik a Városi Vidámpark egykori kisgőzösének felújítását. Végleges kiállítási helye azonban még kérdéses. Az elképzelések között szerepel a Vasműút, a vasútállomás, valamint a Kossuth Lajos utca és a Babits Mihály utca közötti szakasz is. A képviselőtestület a csütörtöki közgyűlésen dönt a végleges helyéről. Ezek a felvételek még a Muki elszállításakor készültek. Az egykori Vidámpark területének felújítása miatt a dunaújvárosi tűzoltóságra szállították, majd úgy határoztak, hogy felújítják a városi kisgőzöst, így a vasműbe vitték. A munkálatok lassan befejeződnek. A 120 éves mozdony végleges helyéről csütörtökön dönt a közgyűlés. Muki a Vidámparkban is az egyik kedvence volt a városlakóknak, így sokan várják, hogy ismét kiállítsák. A DSTV által megkérdezett lakók szerint egy forgalmas közterület lenne a legjobb hely a kisgőzös számára. Nagyon-nagyon jó emlékeim vannak, és nagyon-nagyon jó lenne, ha tényleg ki lenne állítva. És hogy hol lenne jobb? Hát ahol nagy tér van, és a gyerekek odaférnek hozzá lehetőleg. Mert a gyerekeknek nagyon nagy kedvencük volt. Hát, hogyha most rendbe fogják tenni az önkormányzat körüli területet, valami jó kis helyet ott kellene neki találni, ott fordul meg a legtöbb ember. Valami játszótér közelébe, vagy valami közterületre valahogy, nem tudom, nem tudok így konkrét. Más, szép lenne, felújították, hogy aha, szép lenne. Sokat mentem én azzal kiskoromba, pedig nem most volt. Tehát nem tudom, hova lenne jó, nem? A Városháza térre, oda jó lenne. Mukit várhatóan nyár elején állítják ki a városban. Az önkormányzat tervei között szerepel a Vasműút, a vasútállomás, valamint a Kossuth Lajos és a Babits Mihály utca közötti szakasz is, hisz ezeken a helyeken szem előtt van. Ráadásul gyalogosan, kerékpárral és gépkocsival is könnyen megközelíthető lenne a kis mozdony. A döntés csütörtökön várható. Az országos kompetencia mérésben idén mintegy 270 ezer diák vett részt. A felmérés a 6., a 8. és a 10. évfolyamos diákokat érinti. A tesztfüzetek szövegértési és matematikai jellegű feladatsorokat tartalmaztak. És amikor egy órá letelt, akkor ugye ott is van, állj és szünet. Polányiné Boldog Katalin éppen azt a tesztet mutatja, amit a gyerekeknek kellett megoldani az országos kompetencia mérésen. Ezt a feladatlapot az összes 6., 8. és 10. diáknak ki kellett töltenie. A feladatok szövegértési, illetve matematikai jellegű kérdéseket tartalmaztak. Az általunk megkérdezett tanulók számára nem okozott különösebb nehézséget a kérdéssorok megoldása. Irodalomból, illetve matematikából kellett írni egy 2-2 részes tesztet. Véleményem szerint abszolút megoldhatóak voltak, bár az idő kicsit rövid volt, legalábbis nekem. Nem voltak nagyon nehezek a feladatok, meg lehetett őket oldani, de azért gondolkodni kellett. Időmennyiség az megfelelő volt, mindegyikkel időben tudtam végezni, és hát megoldhatóak voltak számomra. A mérések lényege a gyermekek képességeinek minél pontosabb feltérképezése, függetlenül attól, hogy a diákok ezen a területen gyengébb vagy erősebb képességűek. A feladatlapok javítása központilag történik. A tesztfüzetek 4x45 perces feladatsorból állnak, pontosan 2 szövegértési feladatsort és 2 matematikai jellegű feladatsort tartalmaznak, és a lényeg ennek az egész kompetencia mérésnek, hogy nem azt méri, hogy mi az iskolában a tanterv szerint mit tanítunk, hanem hogy az elsajátított tananyagot a gyerekek problémás helyzetekben,
a valós helyzetekben, gyakorlatban hogyan tudnák alkalmazni? Tehát a készségeket méri, amit elsajátítanak. Az országos mérési rendszer 2001-ben indult, és mára már Európa és a világ legkorszerűbb mérési rendszerei között tartják számon. A filmek, a természet, a rockerek és a gangsterek ihlették a Lóránffy iskola 12 végzősi divattervező tanuló vizsga kollekcióit. A fiatalos ruhadarabokat egy divatbemutató keretében prezentálták a diákok. Egy film ihlette Farkasvirág vizsga kollekcióját, amelyet végzős divattervező tanulóként mutathatott be kedden a Lóránffy iskolában. Ez az én kollekcióm volt, az Alice csoda országból inspirálódtam, a kedvenc filmem. A filmek több tanulót is alkotásra késztettek. Rajtam egy klasszikus ruha, elegáns stílus ruhát láthatunk. Hát én egy filmből inspirálódtam, a Grease, és ott is az 50-es évekről szól, és azt mutatja be meg a divatot, és én is próbáltam az 50-es évek divatját visszahozni ezzel a kollekcióval, illetve a ruhák szabásvonalával. Az egyik választható téma tehát a kedvenc film volt, de a diákok bemutathatták a rockerek és a gangsterek stílusát, vagy ihletet meríthettek a természetből is. A feladatot mindenki teljesíteni tudta, a nagyobb kihívást a megfelelő modellek megtalálása jelentette. Nagyon nehéz modellt találni szerintem, hogy minden évszak típusában, alkat típusában is megfelelő legyen, ruhához illő legyen. A fiatal tervezők 3-3 szettet állítottak össze, amelyben szerepelnie kellett egy általuk tervezett nadrágnak, kabátnak, blúznak, szoknyának és egy ruhának. A lányoknak a tervezés során figyelniük kellett arra is, hogy a ruhadarabok bármelyike beilleszthető legyen a hétköznapi ruhatárba. Egyik oktatójuk szerint azonban a legfontosabb szempont mindig az, hogy kinek készül az adott viselet. A legfontosabb szempont, hogy kire tervezi a kollekciót a tervező, milyen alkalomra tervezi. Ugye ők vizsgára tervezték és magukra tervezték a kollekciót, ezért maguk is mutatták be. Tehát minden öltözet bemutatásánál egy-egy öltözetet maguk vettek föl. Hozzátette, az ilyen események lényege mindig az, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítsanak a végzős divattervezőknek, amint egy 45 perces divatbemutatón összesen 12 vizsgázó kollekcióját láthatták az érdeklődők. A Dunaújvárosi Főiskola pályázat segítségével népszerűsíti a tudományos világot. Ennek keretében az internet veszélyeiről tartott előadást Illési Zsolt, az intézmény docense. A résztvevőket többek között az internetes bűnelkövetésről tájékoztatta. A szakember úgy véli, senki sem tudja, hogy mennyire van biztonságban, hiszen az szubjektív állapot. Ezért arra figyelmeztet, amennyiben olyan üzenetet vagy linket kapunk, amelynek bizonytalan az eredete, ne nyissuk meg és ne kattintsunk rá. Jelenleg az interneten rengeteg olyan támadással lehet találkozni, amire nem is tud egy laikus. Tehát a mobiltelefonokra, installált programokban, vagy a különböző torrent szájtokon megtalált különböző programverziókban rengeteg olyan rosszindulatú fenyegetés van, ami nagyjából ismert és sokan találkoznak vele, de ma már meg lehet úgy fertőződni, hogy az ember megnéz egy websájtot, vagy egyszerűen csak megint egy olyan hanganyagot, képet, vagy valamilyen dokumentumfájlt, ami bizonytalan forrásból jött, és már ez elegendő ahhoz, hogy a számítógépünk felett valaki más vegye át az uralmat. Csütörtökön gyakran lesz erősen felhős az ég, és szorványosan alakul ki zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél megerősödik, 22 fok körül alakul a nappali hőmérséklet. Főbb híreink következnek, még egyszer. Csütörtökön gyakran lesz erősen felhős az ég, és szorványosan alakul ki zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél megerősödik, 22 fok körül alakul a nappali hőmérséklet. Főbb híreink következnek, még egyszer. Csütörtökön gyakran lesz erősen felhős az ég, és szorványosan alakul ki zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél megerősödik, 22 fok körül alakul a nappali hőmérséklet.